Első mérkőzését játszotta ideiglenes új otthonában a fehérmezes Audietto KC a női kézilabda NB1 15. fordulójában. A zöldfehéreknek az új Győr Aréna építési munkálatai miatt kellett áttenniük székhelyüket az egyetemi csarnokba. A Békés Csaba ellen könnyedén indult a mérkőzés, már az első percekben ellépett a hazai együttes. Bár Bakó Botond, a vendégek vezető edzője a meccs előtt azt mondta, hogy ők már fejben a Siófok elleni találkozóra készülnek, csapatán látszott, hogy semmiképpen sem szeretnének nagyveréssel hazamenni, és elkezdtek felzárkózni. Sokáig tudták tartani a 2-3 gólos különbséget, de ennél közelebb nem sikerült kapaszkodniuk. Szepesi Ivet kiesése miatt Korsos Dorinára hárult nagyobb szerep a bal szélen, a fiatal játékos azonban felnőtt a feladathoz, szinte az egész mérkőzést végigjátszotta. Nagyon furcsa, hogy nincs itt Szepi, mert tényleg nagyon sokat segít nekem, meg tényleg bíztatjuk egymást, és ha valaki elfárad, ugye akkor bejön a csere, és ugyanúgy tudja folytatni. Hát most így egy kicsit nehéz dolgom van, de szerencsére Misi tud szélen játszani, és így kisegít ebben. A félidő végén sebességet váltott a hazai együttes, a szünetre 15-9 volt az állás. A fordulás után is kitartott a győri lendület, sikerült tovább növelni az előnyt. A folytatásban azonban egy kicsit talán kiengedtek a hazaiak, és a sok hiányzó miatt fiatalokkal felálló lelkes Békés Csaba megint közelebb tudott zárkózni. A második félidőben valóban volt egy holtpontunk, az 5. perc tájékától nem nagyon sikerült lendületes támadásokat felépítenünk, átlövőink eléggé statikusak voltak, és nem találtuk a lövőtávolságot, aztán ebbe tudtunk megint újulni, bejöttek a frissebb emberek, és hozzá tudtak tenni, kapusaink azt gondolom kiválóan védtek, és a végén egy becsületes eredményt tudtunk elérni. A mérkőzés vége felé úgy tűnt, hogy még akár izgalmas is lehet a végjáték, köszönhetően a hosszú percekig tartó hazai gólcsendnek. Végül Sirián Szederke az utolsó másodpercekben lőtt góljával beállt a 24-20-as végeredmény, így a vártnál szorosabb eredményt értek el Ambros Martin tanítványai a Békés Csaba ellen. Úgy éreztem, hogy a csapatban ma nem volt meg a kellő koncentráció. Az sem könnyítette meg a dolgunkat, hogy a Békés Csaba kapusai parádésan védtek ma, úgyhogy sajnos a lövéseink sem voltak túl sikeresek. Ennek ellenére örülök, hogy végül is sikerült nyernünk és 20 gólon tartani az ellenfelet. Talán ez volt az első alkalom idén, hogy ez sikerült, ez pedig nagyon fontos. A lányok legközelebb szerdán lépnek pályára, akkor a 11. helyezett MTK Budapesthez látogat a zöld-fehér együttes.